Péter, kezdjük azzal a nagyon egyszerű kérdéssel, ha már a Foreverről van szó, hogy miért a Forever? Ugye ezzel a címmel mi szoktunk filmeket is eladni, szerintem ez egy ilyen alapvető kérdés, hogy ha már az MLM piacról beszélünk, akkor miért a Forever? Nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. A Forever, és mindaz, amit adni tud az embereknek, illetve nekünk is nyilván, akik itt dolgozunk, napi X órában sokkal többet ad, mint egy normál munkahely. Akik velünk dolgoznak és velünk tartanak, már pedig nagyon-nagyon sok emberről van szó, 160 országos jelenlétről beszélünk, amikor a Foreverről beszélünk nemzetközi szinten. A Magyarországhoz tartozó régióban, ugye a délszláv államokat is ideértve, a volt Jugoszláviát pedig 30 millió emberről beszélünk. Ez egy ekkora piac. De akik világszinten láncsát törnek a Forever mellett, mint független üzleti partnerek, ők 9,5-10 millióan vannak. Ennek a 10 millió embernek ez nem munka alapvetően, hanem egy életstílus, ahogy szoktuk mondani. Ezzel a munkával meg lehet teremteni egy mindenki számára érthető és érezhető életstílust, akkor megváltozik az életed, a munkabeosztásod, az anyagi dolgaid, a családra fordítható idő és a többi. Ez az egyik vonulat. A másik vonulat pedig az, hogy megtanít teljesen másként nézni a világra. Megtanít olyan régi dolgokra, amik manapság talán kimentek a divatból, mint a valahova tartozás érzése. Megtanít a kötődésre, vagy másként lojalitásra, valamihez hűnek lenni, valami mellett láncsát törni, valami mellett elkezdeni tiszta szívvel dolgozni. Uh-huh. Ilyen régi dolgokat, ha úgy tetszik, klasszikus emberi vonalat. Pedig bocsáss meg, közbe szólok, csak el fogom felejteni, hogy tulajdonképpen az MLM rendszer lényege, hogy fizikailag, helyileg mégse kötődünk, tehát nem okvetlen megyünk be egy irodába minden reggel a ilyen utca, ilyen házszám alá, és mégis azt mondod, hogy egy sokkal nagyobb kötődést alakít ki, mint akár egy klasszikus munkahely. Igen, mert az emberek csak bejárnak a munkahelyükre, de igazán sokan szívvel, lélekkel nincsenek ott. Ezt a dolgot pedig, ha nem csinálod, akármi legyen a helyszín, egy kávéház, egy otthoni bemutató, egy céges bemutató, ne felejts, utcában, vagy Belgrádban, vagy Zágrában, vagy bárhol a világon, ez emberi kapcsolatokat feltételez. Ez csak úgy működik, hogyha a másikra odafigyelsz. Azt szoktuk mondani, hogy ebben az üzletben sokkal többet kell hallgatni, mint beszélni. Márpedig az embereket ritkán hallgatják meg. Nagyon sokszor elmondják nekik, hogy mit kéne csinálni, de nagyon kevésbé kíváncsi arra a beszélő, az általános beszélő, hogy a másiknak vajon mi a véleménye, mi az igénye. A Forever ettől emberi, hogy meghallgatja a másik hangját is. Így lehet valakinek, ha úgy tetszik, ráérezni, kipuhatolni a miértjeit, a szándékát, hogy mi szeretne lenni, mivel szeretne foglalkozni, mi számára az, ami fontos. Uh-huh. És ezt a Foreverben, hogyha hallófülek, értőfülek a szponzorvonalról meghallják, akkor olyan dolgokat tudnak kihozni emberekből, amit nincs az a főnök, aki egy normál munkahelyen ezt ki tudja hozni. Ezért a Forever. Mert az emberi hangokra, az emberi motivációkra, arra, hogy neked mi a fontos, figyel oda. És el tudunk kezdeni, mint csoport, azért dolgozni, annak érdekében dolgozni, hogy a te terved, önmagad, a családod, a te értékrended szerinti fontos kerüljön a középpontba. És ezért az emberek, akik itt dolgoznak, élet stílusszerűen tudják ezt a dolgot űzni, mert érzik, hogy róluk van szó. Arról, hogy ők boldoguljanak az életben, és nem arról, hogy valaki fent egy ranglista tetején az ő munkájuk alapján, vagy ő munkájuk eredményeként többet tegyen zsebre. Ezt a rendezvényeken is. Ezt a rendezvényeken is szerintem a vak is látja, hogy ez nem egy gyár, ahol bemegyünk, és aztán a vezetőség meg zsírosodik, hanem hogy ez tényleg, ez frázisnak tűnhet, pedig ez tényleg így van, hogy ez egy család, ez egy csapat, tehát hogy itt része vagyok ennek a több ezer embernek, aki például a sikernapokon összegyűlik. Ez egy nagyon-nagyon jó működő csapat, egy olyan csapat, ahova az emberek szeretnek tartozni. És mi ezt az érzést értelemszerűen erősítjük is. Azzal erősítjük, hogy egy bizalmi légkört teremtünk. Uh-huh. És ez is a válasz a kérdésed, hogy miért a Forever. Azért a Forever, mert a Forevernek van egy átlátható, mindenki számára, ha úgy tetszik, tesztelhető üzletpolitikája, ami leírja, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a célodat elérd, hogy az valósuljon meg a 15. évvel kiküldött bónusz elszámolásban azok a számok legyenek, ha úgy tetszik, amiket te elvársz, amit neked megígértek. Uh-huh. Mert az ígéretet meg kell tartani ahhoz, hogy ez a bizalmi híd épüljön. A Forever Rex Moon vezetésével, és ugye azt szokták mondani, hogy fejétől olyan a rendszer, amilyen. Igen.
Rex Moon és a fia Greg egy olyan általánosan jól felfogott és morális értelem is jól felépített win-win állapotot épít fel. Immár közel 40 éve, ami akár tetszik, akár nem, mindannyiunkra átragad. Nyilván, aki ezt nem tudná elviselni, vagy nem tudna vele mit kezdeni, az ebből ki... Pedig ez nagyon ritka, ugye, ki fordítsuk le magyarra, ugye van ez a játékelmélet szerint a win-win, tehát, hogy mind a két fél jól jár győzni, a win, ugye győzni, igen, hogy mind igen, a kettő igen, győzni. Igen. Mert általában egyébként ugye egy alapüzletben valaki jól jár, akkor a másik oldalon meg valaki nem jól jár. Tehát ez viszonylag ritka. Hogy, igen. Arra akartam kitérni, hogy alapvetően ez a szellemiség Rextől és a Moon családtól ered. Amivel van, aki tud mit kezdeni, van, aki nem tud mit kezdeni. Aki bekerül ez a céghez, az előbb-utóbb nyilván kihozza belőlünk ezt, de alapvetően így is lettünk nyilván nevelve, vagy nem tudom, hogy honnan van ez, de érezzük, hogy ennek, egyedül ennek az üzleti magatartásnak van hosszú távú létjogosultsága, és ennek lehet hosszú távú sikere. És szoktak arról beszélni, és szoktak arról is sokszor kérdezni, hogy hány MLM cég van a világon. Nagyon sok MLM cég van a világon, talán két kezemben meg tudnám számolni azoknak a cégeknek a számát, akik valóban jók valamire, és akik hosszú távon igazolták azt, hogy mind a termék, mind a visszaosztási rendszer nagyon jó. Ezek közül a Forever pedig azt mondanám neked, hogy biztos, hogy kitüremkedik, és abban a néhány maroknyi cégben van benne. Én azt mondom nyilván elfogultan, hogy a legjobb MLM cégről beszélünk, azért is vagyok én is itt már 19. éve, mert ez a cég mind termékszinten, mind visszaosztási szinten, tehát hogy 43%-át a havi bevételének mindig visszaosztja jutalékként. Uh-huh. Mindig, percre pontosan és kiszámíthatóan. Az üzletpolitikája mellett van egy úgynevezett 15 pontból álló forever values, forever érték sor, amit a cég központilag kibocsájtott, hogy az emberek tudják azt, hogyha hozzánk jönnek dolgozni, mi mellett törnek lándzsát, és mi az az értékrend, ami azt csatlakoznak. Uh-huh. És ez az értékrend, ez csatlakozni jó, mert kiszámíthatóan mindenki számára jó, hogy az előbb beszéltük. A cég érdekes dolog, hogy ugye szoktunk itt a 2008 óta válságról is beszélni. A cég ebben az utolsó 5-6 évben fektette be időarányosan a legtöbb tőkét a cég működésébe, amióta az úgynevezett válságról beszélünk. Uh-huh. Mi ez, ha nem egy olyan előre való gondolkodás, ami azt sugallja neked, vagy nekem, vagy mindegyünk számára, akik független partnerként ide akarunk jönni dolgozni, hogy ez a cég a jövőbe fektet, ez a cég a mi versenyképességünk érdekében fejleszti a termékeit, fejleszti a szolgáltatásait, és a többi. Ezért a Forever, mert ez a cég, ha úgy tetszik, lehet, hogy nagy szó ez sokaknak, ez törődik azokkal az emberekkel, akikkel szerződést ír alá, hogy neki is jó legyen, és nekünk is jó legyen. Mi nem fogunk eltűnni, mint az a sok akár MLM, akár nem MLM cég, akik akár direkt módon, akár nem direkt módon a működésük első 5 évében felperzselik a piacot, és aztán eltűnnek, vagy éppen rossz vagy a gazdálkodású, alatt, vagy nem tudom. Egyébként ezek rosszat tesznek az imidzsünknek egyébként. Tehát Magyarországon még sajnos mindig van ez, hogy meghallja valaki, hogy MLM, és akkor asszociál valami egészen rosszra, anélkül, hogy bármit tudna a cégről, meg név nélkül. Tehát pilótajáték, stb. Sok mert hogy vannak mindent. Ezek a rossz példák. Persze, kell, elindul egy valami, egy hálózat, és két éven belül a kasszával a hón alatt eltűnik a vezetőség. Én is hallottam már ilyenről. Mondtad, hogy hát a Forever az nem ilyen. Igen, ez biztos. Én is hallottam már ilyenről. De ha belegondolsz, hogy ügyeskedők, ne nevezzük őket másként, minden területen vannak. Ez nem MLM specifikus, hogy ügyeskedő cégek lépnek fel. Ha körbenéznél bárhol, az utóbbi néhány hónap magyar üzleti botrányait, vagy az európai bizony, botrányait, ne tekintsük, egyetlen MLM cég sincs benne, igen. Tegyük hozzá. Viszont broker cégek annál inkább. Te mondtad, nem én mondtam. Tehát minden szektornak megvannak a zsiványai. Minden szektornak megvannak az ügyeskedői. A Forever ebben is különleges, és ezért is szoktam elmondani mindig, amit az előbb is mondtam, van üzletpolitikánk, tehát van egy olyan számon kérhető rendszer, ami alapján bejöhetsz és azt mondhatod, hogy az én elszámolásomban nem ez van. Ilyen emberrel még nem találkoztam, mert az elszámolásban mindig az van benne, amit az üzletpolitika is mond. Van egy értéknyilatkozat, ami 11 pontban elmondja, kik vagyunk mi, miért vagyunk itt, és mit akarunk. Nagyon fontos dolog, ajánlom mindenki ismerje meg, kár, hogy nem hoztam be magammal, mert megérne egy külön misét.
illetve van egy úgynevezett mission statement, egy küldetésnyilatkozat, ami megint öt mondatban összeszedi azt, hogy mi a Forever. Ilyen értékeket, ezt a hármat, csak azok a cégek merik, és mondom még egyszer, merik, és ezt háromszor húzom alá közzé tenni, akik hosszú távon terveznek, és akiknek a kiépülő bizalom igenis számít. Aki nem, az ilyeneket nem tesz közzé, mert nem vállalja annak az ódiumát, hogy bárki bármit rajta, ha úgy tetszik, számon kérjen, megkérdezi, hogy ez miért így van, és a többi. Ez olyan, mint a grundfoci, ahol az emberek vagy megegyeznek, hogy mik a szabályok, vagy nem, és a végén, vagy közben, vagy nem tudom, mikor összeverekszenek, vagy egy rendes nagypályás futball, ahol lehet tudni a szabályokat, mert van három bíró, meg egyáltalán fel van festve a pálya. Tehát tudni lehet, hogy hol mit. Ez a Forever, az pedig esetlegesen a többi cég, aki próbálkozik és a zavarosban halászik. Én úgy gondolom, hogy a Forever üzenete nagyon tiszta. A Forever üzenete kitapintható, és a Forever üzenete, úgy tetszik, számon kérhető. Mert ez a cég hosszú távra tervez. Itt nem akarunk zsákba macskát rejteni, itt ha bejössz, dolgozol, ennyit keresel. Ha többet dolgozol, többet keresel, és így tovább. Nagyon érdekes, hogy hallottam így az itt töltött három évem alatt több olyanról, akinek nagyon jól ment az üzlet, és nyilván azt gondolta, hogy talán ez máshol tudja még jobban kamatoztatni, és hasonló cégektől visszajött. Tehát ez is jellemző, hogy ide megpróbálnak visszajönni emberek. Igen, vannak vándorszínészek, mindig is voltak vándorszínészek, de azért valljuk be őszintén, hogy minden színész kőszínházba vágyik, hogy egy ilyen rossz hasonlattal éljek, de érthető, hogy mire gondolok. Igen. Én megint csak azt hiszem, hogy erre a válasz, erre a kérésedre, vagy erre a állásfoglalás kérésedre az a válasz, hogy az emberek biztonságra vágynak. Az emberek arra vágynak, hogyha valahol dolgoznak, és belőlik az energiát, akkor a végén a pultnál, ahol a fizetést osszák, ott megkapják a maguk részét. Erre vágynak. És a Forever ilyen cég. Az iszonyatos ingatlan hátterével, ami egy külön üzletág, a Forever Resortok, aminek ugye az egyik égköve a Sziráki kastély, hatalmas tőkét, hatalmas biztonságérzetet jelent pénzügyi értelemben is. Az is, hogy nincs kinn a cég a tőzsdén. Nem a külső befektetőknek, nem a különböző részvény állásoknak köszönhető az, hogy a Forever tud-e fejleszteni, vagy nem tud fejleszteni. Nem hitelekből fejleszt a cég. A magyar bankok, mikor leülök velük tárgyalni, mindig meglepődnek azon, hogy én a finanszírozáshoz nem kérek tőlük különböző hitelajánlatokat, finanszírozási ajánlatokat, hogy meglepődnek azon, hogy a cég annyira likvid, hogy önmagát finanszírozza. Pedig hát, ahogy az elején mondtam, a cég havi bevételének majdnem 50%-át jutalékként, bónuszként visszaosztani nem kis zsonglőr mutatvány. De úgy van kitalálva a rendszer, akármennyire is nagyvonalú ez a rendszer, 50% azért az nagyon sok, hogy ez kigazdálkodható, ez így működtethető, és el tudunk menni egészen a szűnyek széléig a kiosztásban, mert az összes dolog, ami mögötte áll, az operatív részek, azok úgy vannak megszerkesztve, és úgy vannak kitalálva, hogy az egész rendszert azon a költségen és maximális szinten szolgáltatásokban tudja működtetni. Nagyon jó ki van találva a rendszer, és mi ezt igyekszünk nagyon jól működtetni. Világszinten hol áll ezen az MLM piacon belül a Forever? Világszinten a Forever benne van az öt legnagyobb MLM cégben. Én azt mondanám, hogy Európában nem láttam most 14-es és 15-ös összehasonlítást, de én biztos vagyok benne, hogy az a közel 20%-os növekedés, ami csak idén Európában van, illetve korábbi években, amikor európai operatív igazgatóként tevékenykedtem 40 országot segítve a munkájában, akkor is láttam, hogy minden évben egy átlag 10%-os, 10-12%-os növekedést hoz a cég. Tehát én azt gondolom a kérdésedre válaszként, hogy 15-ben, amikor 20%-on áll a cég az első 7 hónap eredmény alapján az előző évhez képest, ebben az évben biztos, hogy borítjuk az európai, de a világrangsort is. Említetted, hogy voltál európai igazgató. Egy picit beszéljünk rólad, és hogy nagy 19 éve kezdted. Hogy kerültél ide, hol mindenhol jártál itt a cégen belül? Ez egy izgalmas 19 év volt tényleg sok-sok munkával. Hol is kezdjem? Annak idén 90... Hát kezd ott, mert tudom, hogy eredetileg te angol tanár vagy. Igen. Azért ilyen jó az angol. Angol és filozófia szakos tanár vagyok, illetve mellette még a Debreceni Agrárnak volt egy külkerképzés, azt is elvégeztem. Hát azért a filozófia szak az messze van
A filozófia szak nagyon mindenhez nagyon közel van. Az üzleti élettől. Nem, abszolút nem, abszolút nem. A filozófiától nagyon sokan megijednek, mert egy száraz dolgot találnak benne, de a filozófia alapvetően, hogyha belegondolsz, nem más, mint egy modellezés a világnak. Illetve inkább azt mondanám, hogy egy különböző modellekkel próbálja lekövetni a világ sajátosságait. Legyen ez emberi vonulat, viselkedés filozófia, legyen politika filozófia, bármi. Mindenki Platontól kezdve, Heideggeren át, nem tudom, Kanton keresztül és az összes többi, tehát a maiak, a Vajda Mihályt, hogy egy magyar személyiséget is említsünk, nincsenek mással elfoglalva, mint hogy modellezzék ezt a világot, megpróbáljanak olyan csúnya lesz a szó, klisséket ráhúzni erre a világra, ami által a megfelelő szabályszerűséget benne fel lehet ismerni. Igen, de azért azt tudom, hadd mondjak ellent, hogy én elvégeztem a Jövő Egyetemet, utána elmentem és elvégeztem az esztétika szakot, és akkor azért azt mondta az anyám, hogy fiam, hát nem valami rendes szakmát, hát mi az, hogy esztétika? Szóval, hogy azért az ilyen kötszurkálás. Tehát neked nem mondták, hogy fiam, egy rendes szakma jobb lenne? Nem, a szüleim roppant elfogadók, és tudták, hogy ami nekem jó, az jó lesz. Legalábbis gondolom, hogy bíztak ebben. Sosem mondták azt, hogy ez ne lenne jó. Illetve hát tényleg mellett ott van az angol szakom, ami azért elég erős, és főleg amikor mi végeztünk, akkor egy aranytojás tojótyúk volt, nem volt olyan cégrendszerváltás környékén, aki ne angolos embert keresett volna, tehát ebből a szempontból. De biztos lehetett volna mellé egy jobb párt is választani, nem tudom, egy Isten tudja, egy matekot, vagy egy programozót, lehet, hogy a programozás lett volna jó az angol mellett. Na de mindegy, maradjunk annál, hogy a filozófia önmagában egy olyan tudomány, egy olyan tudáshalmaz, amit bárhol tudsz hasznosítani. És ad egy megfelelő bölcsességet. Ez hát ad egy világlátást. Ad egy világlátást, igen. Vagy pont egy ilyen modellekről kezdtem el beszélgetni. A modellekről nagyjából az ember tudja, hogy melyik hol fals. Melyik században állították fel, éppen annak a századnak a megfelelő fejlettségi szintjén az hol van tele buktatókkal, és miért nem igaz a világra, és a többi. Tehát nem véletlen, hogy ez a szakma, már mint a filozófia, sosem fog kihalni, mert a világ változásával a filozófiai megállapítások is mindig újak és újak lesznek. Ez sokaknak jó egy doktori címre, sokak meg tényleg azért csinálják, mert érti. És csinálják, és látják a hasznát. Magyarul a filozófia rengeteg olyan dologra, én különben a politika filozófiában specializálódtam, és Svédországban voltam ki egy ösztöndíjjal ezen a területen, és az roppant pragmatikus. Tehát ott különböző izmosokat és különböző időszakokat 10-20 évente lekövet az ember, nagyon sokat megtud tanul az ember lélekről, arról, hogy merre mennek a folyamatok, politikai, a gazdasági, és a többi. Tehát ez egy nagyon jó iskola volt ebből a szempontból. De szóval 97-ben kerültem ide a céghez, Sándor hívott annak idején, mi lesz úr, hogy csináljuk ezt a dolgot itt Budapesten, amikor megkapta Rex Monttól De azt nem így ismertette meg őt, hanem hogy tanítottál angolra. Ja, igen, tanítottam. Én annak idején, mikor diák voltam az egyetemen, akkor én nagyon szerettem volna is dolgozni, és nagyon szerettem volna valami hasznosat csinálni. Most úgy érzem, hogy helyemen vagyok így már 18 éve. És nem volt olyan munka, amit nem vállaltam volna el. Én fordítottam a görög röplabda csapatnak, amikor Magyarország jöttek különböző sporteseményekre, ilyen olimpiára, ilyen diák történetre, mindenre, rengeteg könyvet fordítottunk a haverjaimmal az egyetemen, rengeteg angol órát tartottam, Budapestnek nincs olyan háza, vagy micsoda, Debrecennek nincs olyan háza, ahol ne tartottam volna angol órát, és egy ilyen angol óra meghívás. Dolgoztam egy rádióban, és dolgoztam egy nyíregyházi tévénél. Tehát én is azt akartam mondani, hogy egy alapvető felfogásom volt, hogy ott kell lenni mindig jó helyen és a jó időben. Mivel nem tudod, hogy ez hol van, ezért ott kell lenni mindenhol. Ez a mai szakmánkra is igaz. Én ott voltam mindenhol, ahol lehetett, minden buliban és minden helyen, ahol munkát, ahol dolgozni lehetett a tanulás mellett. És utána Sándorékhoz vetődtem, mert való igaz, angoltanárnak, és alkalmam és szerencsém volt mind a három kislányt angolra tanítani. Illetve aztán persze később kiderült, hogy mert kicsi a világ, hogy édesapám, aki a Debreceni Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, most Debreceni Egyetemnek a biokémiai tanszékén dolgozott, aztán tanszékvezető lett a mikrobiológián, ő pedig Sándorunkat tanította annak idén az egyetemen. Biológiára vagy biokémiára, nem tudom, tehát valahogy. Tehát hamar összeállt a kép egy kis városban, mint Debrecen, hogy mi máshol is ismerjük egymást, és akkor kérem, adott volt, hogy hívott forever. Adott volt, hogy hívott talán a céghez, igen. És 97-ben kerültem először Budapestre, a budapesti irodának a vezetését bízta rám Sándor, utána pedig 9 éven keresztül, mint budapesti területi igazgató dolgoztam, ami Budapestet és Nyugat-Magyarországot fedte, de hát nem volt ez annyira egyértelműen területi leosztás. Így aztán az elszámolásokért
magának a programfuttatásnak, meg hát a bónusz elszámolásokért voltam alapvetően felelős, meg hát az egész teljes Neferecs utcát már akkor ismertem. Így aztán az 5 éves kitekintésem a világra, amikor Greg és Éden felhívtak, hogy vállaljam el az európai operatív igazgatói szerepet, az egy teljes és hogy mondjam, minden tekintetben izgalmas viszonylat volt. Ez egy nagyon nagy súly lehetett. Az egy nagyon nagy súly volt, 40 ország, igen, sokat is utaztam. Le is maradtam a harmadik fiunk születéséről, mert éppen Münchenben voltam auditálni Yves Monnal, a mostani operatív igazgatóval. Tehát voltak ilyen áldozatok, ha úgy tetszik, de a 9 év, amit előtte itt a cégnél töltöttem, az nagyon sok muníciót adott nekem ahhoz, hogy ezt a munkát jól el tudjam látni. És ez egy közel 5 éves periódus volt, amiről beszélünk, és Jeruzsálemtől Madridon át Szentpétervárig tényleg mindenhol voltam, és megismertem az FLP viszonylatait európai és világszinten, illetve alkalmam nyílt belenézni a nagyok kártyájába, úgy tetszik, Rexel, Greggel, Édennel stratégiákat kialakítani Európára és a világra is, ami fantasztikus dolog volt. Nem csak emberi kapcsolatok miatt, hanem szakmailag is látni, hogy egy ekkora cég mind a mai napig mennyire emberi arcú, és mind a napig, ahogy szoktam is mondani, hogy egy ekkora cég, egy 3 milliárd dolláros nagy amerikai cég, ha úgy tetszik, egy monstrum, 155-160 országos jelenléttel még mindig egy kis családi vállalkozásnak a morájával dolgozik, ahol számít az ember. Amerikában sincs sok ilyen cég, ugye? Amerikában sincs sok ilyen cég, nem ott véletlen. Ott alapvetően a cégeknél az, hogy menjen fel a tőzsdére, az a cél. Igen, alapvetően az a cél, hogy menjen fel a tőzsdére. Biztosan sokaknál nyilván ugyanúgy, mint nálunk, éppen az a cél, hogy nem ez a cél, mert az ember elveszti a függetlenségét, és más játékszabályok szerint kell játszani, és nem mindig tudná azt nyújtani egy ilyen cég, mint a miénk, amit szeret, és amit mondjuk egy piacon el kéne, hogy érjen, és hogy jó legyen neki, illetve jó legyen a forgalmazó munkatársaknak. Ez a cég mindent, az első kupaktól az utolsó termékfejlesztéséig mindent a kezében tart. Éppen ezért független tud maradni, éppen ezért a saját filozófiáját követi, a saját elvei szerint, és a saját sebességével. Ez nagyon-nagyon fontos. Tudunk gyorsan is fordulni, ha kell, és irányt változtatni, meghozni olyan döntéseket, amit mondjuk egy részvénytársaság csak X közgyűlés után tudna meghozni, ha megszavazzák egyáltalán. Tehát ennek a hatalmas gépezetnek az irányításában nagyon nagy előnye van annak, hogy ez egy független cég. Anyagilag, erőforrásait tekintve és vezetésfilozófiáját tekintve, és ez egy független cég. Nyilván nem tudunk hátat fordítani a világ nagy mozgásainak, mint például ennek a válságnak nevezett likviditási periódusnak, ami ugye 2008-2009 táján gyűrűtött be ide hozzánk. Tehát vannak ilyen jelenségek, aki azt mondja, hogy nincsenek ilyen jelenségek, az nem ebben a világban él és nem itt létezik. Tehát vannak ilyen jelenlétek. De ezeknek a hullámvölgyeknek a tompításában, a ránk való hatásában, és ennek a kezelésében nagyon sokat jelent az, hogy a Forever egy független cég, aki tudja a saját erőforrásait arra használni, amire szeretné, és akkor, amikor szeretné. Ez nagyon fontos. Végezetül ennyi időnk maradt már csak, hogy hadd kérdezzek arra rá, hogy mindig látom, hogy itt ott van veled a feleséged, Zsuzsi, mindenféle rendezvényünkön. Tehát ti ezt családilag is csináljátok ezek szerint ezt az üzletet? Igen, mi is családilag is csináljuk ezt az üzletet. Én alapvetően egy még visszakanyarod az előkérésedhez, hogy milyen mókus vagyok. Én alapvetően egy konzervatív életszerető ember vagyok, ami azt jelenti, hogy az én életemben a család nagyon sokat jelent. A szüleim, a bátyám, a húgom, az ő családjaik, és értelemszerűen a Zsuzsi és a mi közösségünk nagyon sokat jelent számomra. Azt gondolom, hogy egy ilyenfajta kötelék nem csak nyugodt hátországot jelent, hanem egy erőt a mindennapokra. Ez lehet, hogy egy túlhaladott dolog ebben a mai világban, én azt hiszem, hogy nem. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan általános érték,
ami sokak számára követendő kéne, hogy legyen. Én azt sem érzem, hogy a házasság vagy egy tartós kapcsolat az olyan hatalmas nagy lemondásokat és hatalmas nagy kompromisszumokat követelne meg mindkét fél részéről. Erre lehet azt mondani, hogy persze, biztos szerencsésen megtalálta az ember a partnerét, mert amúgy nem tudom micsoda. Biztos a szerencsének is van ebben faktor. Most eszembe jutott ez a kis vicc, hogy akkor te egy monogám pali vagy, mert hát hogy a cégnél is 19 éve vagy egy cégnél, ma már ez sem divat. Azt tanítják egyébként, hogy 2-3 évente kezdj el újat, menj el új céghez, fejlődj. Igen, ebben is különleges a Forever, hogy a Foreverben alapvetően, hogy az ember jól dolgozik és többet dolgozik, mint az átlag, akkor itt lehet, karriert, hova menjen? Hát akkor itt lehet karriert építeni, így van. És mivel ez egy kiszámítható közeg, illetve Sándornak is nekem mint két ügyvezetőnek megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt a céget idehoz ebben a régióban úgy alakítsuk, hogy ez mindenkinek jó legyen, nyilván így nekünk is jó, tehát alapvetően szeretünk itt dolgozni, és ez nem indokos semmifajta váltás. De visszatérve a családra, igen, Zsuzsival azt lehet mondani, hogy egy emberként egy irányba megyünk. Ides Tova azt mondja, hogy 15. éve, most volt a 15. évfordulónk, van 3 szép gyermekünk, akik esetében megint csak fontosnak gondoljuk azt, mivel ő is és én is olyan családban nőttünk fel, hogy a biztos családi háttér nagyon sokat számít a gyerekek fejlődésében, legyen az lelki vagy fizikai vagy bármilyen viszonylat. Ezek nagyon fontos dolgok. És az, hogy mi így jelenünk meg mindenhol, ez nekünk így természetes. Mint a Forevernél is alapvetően így természetes, a cég vezetése és az ő családi életük is azt sugallja, hogy jó munkát úgy lehet elérni, hogyha az ember egységben és harmóniában él, és nem csak mondja ezt, hanem valóban így is teszi a mindennapjában. Erre törekszünk. Aztán ennél nincs is jobb végszó. Majd a végén megítélik. Jó, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra.